Most egy nagy beruházáson vannak éppen túl. Mit lehet erről tudni pontosan? Maga a projekt több mint 500 milliós volt, annak az állami és az EU-s támogatott része mindegy 290 millió forint. Megépítettünk egy új modern fejőházat, 40 állásos karusszelt, hozzá egy kapcsolódó tejházat és annak a teljes hűtőrendszerét tartályaika együtt, illetve az összes istállónkon a tetőt kicseréltük, a tetőkat, a utakat felújítottuk, valamint az úthálózatunkat, illetve megépítettük a trágyakezelés teljes egészében, ami most az EU-nak magasan megfelelő minőségben készült el. Mit lehet tudni az itteni állományról? Ma az ország egyik legjobb állományáról van szó, mintegy 670 fejős tej és tején is annak szaporulata, összesen mintegy 1500 állat található a telepen. Nagyon magas háttérre az ország valóban első öt telepébe beletartozunk termelési szinten. Gyakorlatilag 12 ezer liter tejet tudnak 305 napos laktációs átlagba. Úgy tudom, hogy van pár kiemelkedő egyed. Igen, van. Főleg egy állatunk, aki Cremonában Magyarországot képviselte, ahol a 7. helyezést érte el, ami nagyon nagy eredmény. Tehát közép-kelet-európai szinten ez első díjat jelentett, illetve most Kaposváron excellent tehénnél választották, illetve nagy díjat kapott a vásáron, első helyezést érte el. Hova lehet még fejlődni? Hát én szeretném, ha szinten tudnánk tartani, illetve a beruházás végével itt a lenyúszik a telep, akkor én bízom benne, hogy egymás vételnyi tejet még pluszba tudunk növelni a mostanihoz képest egyedenként naponta. Egy táblaavatás is megtörtént. Ez mit jelent önnek? Egy megtiszteltetést, ugye a munkánknak szintén a megkoronázása. 17 év alatt, amióta telepre betettem a lábomat, ennek a folyamatos munkának az eredménye most tükröződik vissza. Negyedik táblát avattuk most itt Dabason, ezt megelőzően Hódmezővásárhelyen jártunk, Bolyban és Hajdonánáson. Azért különlegesek ezek a helyek, ahova ezek a táblák érkeznek, mert ezek a telepek egyesületi tagság mellett részt vesznek az ivadételjesítményvizsgálati programban, folyamatos termelési ellenőrzés alatt tartják az állományt és különbíráltatják is, ezáltal általai tenyészértékkel rendelkeznek, egy értékes információkat szolgáltatva ezzel a magyarországi tenyésztéshez, valamint természetesen saját részükre is, hiszen ezért nagyon hasznos és a mindennapi tenyésztési munkához jó felhasználható adatokat tartalmazó információk, valamint ezek mellett a kimagasolt tenyésztési munkának köszönhetően állatokat tudnak tenyészteni, tudnak tartani, termeltetni, amelyek méltón képviselik Magyarországot mind a kiállításokon, mind európai szintéren, akár tenyésztési exportról van szó, akár az Európa-bajnoki részvételről.